A leleplezést követő első pillanatok, amikor megcsodálhatták a demecseri lakosok a Petőfi Sándort ábrázoló új domborműves emléktáblát. Az alkotást az Erkel Ferenc művelődési ház falán helyezték el. Az emléktáblát a költő születésének 200. évfordulójának alkalmából állítatta a város önkormányzata, valamint a Demecser Öröksége Egyesület. Nagy tisztelői voltunk Petőfi Sándor munkásságának, költészetének, és úgy gondoltuk, hogy ezt a következő nemzedéknek egy olyan formájában tudjuk észrevételezni, hogy egy szobort itt a kultúrház főterénél elhelyezünk, amivel a következő nemzedéknek méltóan tudjuk ezt a nevet, ennek a munkásságát továbbadni. Nagy Edina, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója arról beszélt, a Petőfit ábrázoló emléktáblát az idén 30 éves nemzeti kulturális alaptámogatásával alkották meg, de számos más az évfordulóhoz kapcsolódó eseményt is ez a bizonyos alap biztosít. Mivel a Magyarország kormánya 2022-es és 23-as évet Petőfi Sándor emlékének nyilvánította, ezért megalakult a Nemzeti Kulturális Alapnál a Petőfi 200 ideiglenes kollégium, amelyik több altémában írt ki pályázatot, és ezek a pályázatok mind azt szolgálják, hogy Petőfi emlékezetét a jelenkorban is tovább őrizzük, átadjuk a következő generációnak. Kis Kálmán, a Lubi Társaság elnöke beszédében elmondta, szervezetük folyamatosan dolgozik újabb emlékhelyek kialakításán a Szatmári térségben. Petőfi Sándornak is emléket állítanak idén Nagyaron, annál a Lubi kastélynál, ahol a költő többször is megfordult élete során. Ebben az évben már 9. helyet hozzuk létre, és helyezünk el ebben az évben nyáron a 200. évforduló alkalmából Nagyarban azon az épületen egy emléktáblát, amely az egyetlen hiteles, ma még mindig álló, létező emlékhelye a Petőfi emlékezetnek Szatmárban. Az a hely, ahol 1846-ban és 47-ben több alkalommal is megfordult. Örömmel jöttem a mai rendezvényre ide el Demecserbe, hiszen bár vármegyék választottak annak idején el bennünket, most persze egy vármegyén belül élünk, de a kapcsolat az töretlen. Ha csak arra gondolok, hogy annak idején a mi Lubi Károlyunk, főszolgabírónk, aki a reformkor kiváló személyeit fogadta be, fogadta és várta vendégül a nagyari kúriájában, vendégségbe járt ő maga is a szomszédos faluba Kemecsére, hiszen Krasznai Péterrel nagyon jó barátságban volt. Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke azt hangsúlyozta, hogy Petőfi Sándorra nem csak a mostani évfordulón kell emlékezni és emlékeztetni a mai élőket. Petőfi Sándor, én úgy vélem, egy iránytű volt életében is, és halála után is, és az ő költészete, az ő öröksége, az, amit ránk hagyott, az pedig lényegében a haza szeretetnek, vagy mondhatjuk azt, hogy a nemzet iránti rajongásnak egy olyan kovásza, egy olyan oltó kovásza, amely nem csak azt a nemzedéket, amelyben ő élt és alkotott, fertőzte meg, hanem évekről és évtizedekre múlva is ugyanakkor a jelentőséggel bír, sőt, talán még nagyobb jelentőséggel. És amit ránk hagyott örökségül, azt hiszem, azt nekünk tovább kell adni. És tovább kell adni az utánunk következő nemzedékeknek is. És ezt úgy tudjuk megtenni, hogyha egyrészt a költészete fennmarad, másrészt pedig hagyunk magunk után olyan emlékjeleket, amelyek emlékeztetnek arra az örökségre, amit ő véghez vitt, amit ő ránk hagyott. A Demecserben leleplezett Petőfi emléktábla domborművét Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotta meg.